Minden ügyfél, akinek lejár a hideg vagy meleg vízmérő órája, értesítést kap a Fehérvíztől. A szerkezetek hitelessége 8 évig érvényes, utána kötelező a csere. Az új vízórákat a szolgáltatónál lehet igényelni, más csak akkor szereltetheti be, ha a tulajdonos nem tart igényt a távjeladós rendszer használatára, ez ugyanis csak ennél a társaságnál elérhető. A távjeladós mérők állását nem kell a lakásban leolvasni, az adatok tárolódnak benne, és hiba üzenetek küldésére is alkalmasak. Ahhoz, hogy a jeladós rendszerben benn maradjanak a felhasználók, ahhoz ezeket a mérőket velünk kell kicseréltetni, tehát tőlünk kell megrendelni a cserét. Ehhez várjuk az érdeklődőket. Ugye, ahogy mondtam, tavasszal ki fognak menni ezek a díjbekérők, és ezek alapján tudjuk fogadni. A közös képviselőkkel egyébként már a tavalyi év végén felvettük a kapcsolatot, és aki kéri, annak bármikor megadjuk, hogy az ő társasházában mennyi lejáró mérő van, pontosan mennyi ennek a költsége, és akkor tud beszélni a lakókkal. A közös képviselőkön keresztül, illetve a lakásszövetkezeteknél csoportos csere szervezésére is van lehetőség. Ilyenkor a Fehérvíz ZRT kedvezményt is ad a beszereléshez, valamint akár részletfizetésre is lehetősége lesz a lakóknak. Előnyben részesítjük a csoportos cseréket, ez azt jelenti, hogyha a társasházi közös képviselők összefogják ezeket a cseréket egy adott társasházban, és bejönnek hozzánk egyeztetni, akkor ezekkel a csoportos cserékkel sokkal egyszerűbben tudunk eljárni, időpontot tudunk egyeztetni a lakóközösséggel, és nem utolsó sorban kedvezményt is tudunk adni a díjra. Minden 2015-ös vízórát le kell cserélni idén a társasházak lakásaiban. Aki ezt elmulasztja, annak automatikusan megszűnik a szerződése. Egy vízóra ára nagyjából 30 000, még a dupla csere 50 000 forintba kerül.